Nézd, az ellenfeled Mungo! Oké, de csak most az egyszer. Egy, kettő, három. Ki vagy itt, barátom? Na, edzésből mára elég volt. Tetszik ez a masni hölgyem? Ó, nagyon. Igazán gyönyörű. Biztos voltam benne, hogy nagyon jól fog állni önnek. Az én nevem Bum Bum Puszi, a híres verekedő. Az én nevem Szonya. Volna kedve kirakatot nézegetni Bum Bum társaságában? Ó, igen. Nagy örömömre szolgál. Megtanítom ezt a tolakodó frátert kesztyűbe dudálni. Azt hiszem, maga mindenben a legjobb. Ugye így van? Aha. Ez az a macska, akivel legközelebb erekszem. Szerencsétlen flótás. De hát ez Heathcliff. A legvagányabb macska a városban. Csak ugyan? Tű. Tessék, ennyit fáradoztunk, és Heathcliff nem hajlandó edzeni. Mit üldögétek ott? Segítsetek felkészülni! Ó, na végre! Ó, nekem nincs szükségem felkészülésre, hala! Feladom! Jaj, ne! Egy, kettő, három, ki vagy ütve? Én mondom! Fén! Fénik! Nagy baj van! Csigavér, Bum Bum! Miről van szó, megmondanád? Nem olyan biztos, hogy az a macska tudja, hogy nekem kell győznöm. Hallom, hogy nagyon vagány. Nincs mitől tartanod, hiszen a menedzsere mondta, ő tudja, hogy miért szoktál mindig te nyerni, nem emlékszel? De csupán azért, hogy megnyugtassalak, elmegyek és újra beszélek vele. Hé, te! Gyere ide! Csupán arra lennék kíváncsi, tisztában vagy-e azzal, hogy Bum Bumnak meg kell nyernie a mérkőzést holnap este? Ennek a titka a dupla ollós boszorkány szorítás. Nem hitte, hogy még ezt is tudom, ugye? De hát ő nem ezért győz. Azért győz, mert én azt akarom, hogy győzzön. Kezd már derengeni? Azt akarja mondani, hogy tud jobb fogást is, mint a dupla ollós boszorkány szorítás? Nem. Azt akarom mondani, intézd úgy, hogy a te fickót veszítsen. Szándékosan? Igen, szándékosan. Nem kell idegeskedni, kikészítem azt a kandúrt. Pontosan ettől félek. Feltörlöm veled a ringet, te vörös hájpacné! Hölgyek és facska urak! Kétfordulós mérkőzést vív ebben a ringben minden idők legeslegnagyobb bajnoka, a híres Bum Bum Puszi! És az ellenfele pedig, amott szemben, a helybeliek kedvence, Heathcliff! Jaj, nekem! Ez a rakasztó talán megteszi. Mit képzelsz? Yes! Na gyere, te behemó! Valamit ki kell találnom gyorsan. Elég, no! Hé, hey, Hector, mondd, ez mire jó? Miféle ötlet volt ez, ezért még kapsz?
Ne haragudj, Heathcliff, ők kényszerítettek. Azt mondták, ha nem veszíted el a mérkőzést, nagy bajba kerülök. Bajba kerülsz? Már is nagy bajba vagy, de előbb ezt az álbajnokot veszem kezelésbe. Jaj! Egy, kettő, három! Ki vagy itt, barátom? Ó, Heathcliff, mindig tudtam, hogy te vagy a legkiválóbb macska, és győznöd kell. Meg tudnál bocsátani? Ne gyötörd magad, Szonya, majd később kibékülünk. De most még van itt egy befejezetlen ügyem. Rohan, el akartátok intézni, hogy veszítsek! Ne, várj egy pillanat, pajtás! Ez csak tréfa volt, és csak vinceltes! Nos, ennyit a befejezetlen ügyről. Heathcliff, öreg fiú, gyere oda velem, szeretnélek bemutatni valakinek. Ismerkedj meg rettenetes Toby menedzserével, meg is állapodtunk. Tehát, öreg fiú, a következő ellenfeled Toby lesz. Jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor. Megállapodtál, majd adok én neked! Ne, kérlek, hadd magyarázzam meg! Én csak azt akartam, megpróbáltam, szóval jó ötletnek látszott, de én... Hé, hol vagytok? Még nincs vége! Na, megvagytok végre! Egy, kettő, három... Hé, egy pillanat! Ha ide figyeltek, olyanok lehettek ti is, ha megnőtök, mint Heathcliff bácsi! Sőt, az idősebbeknek sem ártana ezt olvasgatni. Remek. Jó reggelt, papa. Szép jó reggelt. Jó reggelt, fiam. Gondolom, egy óra múlva találkozunk, ha? Oké, 1283-asra. Magát most kiengedem, de jegyezze meg. Ha nem jelentkezik a refestisztnél pontosan délután 5-kor, éjszakára ismét visszakerül a cellába. Mi az, csak nem akarsz kimenni? Ideben sokkal biztonságosabb. Foglalom a helyed a vacsoránál. Úgy is visszakerülsz. Heathcliff, készen van a reggeli? Nagymama, vigyázz! Nem szabad megállni az ajtóban, ha elhívod Heathcliffet. Ne, ennyi, Heathcliff, az nem igaz, hogy olyan rossz. Nem, én nem kérek belőle, köszönöm. Legalább kóstold meg, Heathcliff. Végtére is a nagypapa azért vette, hogy a kedvedben járjon. Melyik fajta macska eledel volt ez? Nem tudom, leszállították az árát. Szerencsére csak 10 dobozzal vettem belőle. Azt hiszem, ez elég meggyőző volt. Pápa! Fiam! Ki az? Ki csöngetett, Heathcliff? Biztosan megint az a szomszéd fiú volt. Becsönget valahová, aztán elszalad. Ezzel szórakozik. Hű, ez meleg volt. Mi az? Mit csinálsz? Elbújtatlak a zsarok elő. Ez én is szobája. Itt biztonságban leszel. Figyelj! Jaj! Légy nyugodt, papa! Ide nem fognak bejönni! Miért csináltad ezt? Mert nem voltál hajlandó meghallgatni. Szabad vagyok. Engem ma kiengedtek. Mit követtél el? Jól viselkedtem. Ide, de én csak azért ugrottam be, hogy üdvözöljelek. 5-kor jelentkeznem kell a refestisztnél. Hogy te jól viselkedtél? Na hát ez halálli.
De most hadd fejezem be a munkát, mielőtt a zsaruk jönnek. Csak tudnám, mire jó ez az egész. Én minden esetre befejeztem, és szundítok egyet, amit te ezzel bíbelődsz. Te jól viselkedtél és kiengedtek, hát én megszakadok. Pápa! Ott vagy. Gyerünk utána! Biztos valahol elbújt a környéken. Hé, nem láttátok a papámat? Mi szél hozott ide a mi területünkre, Heathcliff? Talán valit akarsz? Most, hogy már jó dolgod vagy, nyilván elfelejtetted, milyen a kóbormacskák élete. Én csak azt kérdeztem, láttátok a papámat? Nem emlékszünk már, hogy nézett ki. Nem tudsz véletlenül egy fényképet mutatni róla? Jaj, mi csak vicceltünk az előbb. Engem ez nem érdekel. Láttátok a papámat? Nem, erre nem járt. Majd szólunk neked, ha látjuk, igaz, fiúk? Igen. Lehet, hogy a kikötőbe ment. Ez az egyik kedvenc búvóhely. Papa, nem bújtál ide be? Papa! Papa, anya, gyere már, tűnjünk el innen! Bocsánat, azt hittem, hogy a papám. Nagyon szomorú volnék, ha én lennék a papád. És ha nem takarodsz el innen, ameddig hármat számolok, meglátod, ki fogom tétesni a bajszodat. Egy... Kettő, három... Jó, ezzel megvagyunk, most megyek megkeresni a papát. Nem is tudom. Meg kell találnom a papát. Pápa! Nem szabad hagynom, hogy megint kirabolja a bankot. Remélem, még nem késő. Gyere, papa, szépen hazaviszlek. Heathcliff, mondtam neked, én szabad vagyok. De nem leszel sokáig, ha megint bankot rabolsz. Én nem azt a bankot akarom kirabolni. Mondtam, hogy a reptes tisztnél kell jelentkeznem a szemközi épületben. Akkor rendben van, papa. Jaj, a rendőrség! Gyere gyorsan! Mi? Azonnal eresz ki! Azonnal eresz ki! Most nincs időm játszani, Spike! Kösz, haver! Gyorsan bújj be ide! Hallod, eresz ki! Ez már több a soknak! Eresz ki innen, de nem tőled! Oké, pápa, miután elbújtatni nem tudtalak, hárruhába duglak. Nézd, Heathcliff, én mondtam már neked, hogy szabad vagyok. Most nincs idő vitatkozni, várj meg itt. Még se lesz jó, gyere be. No, ez kétségbeejtő. Ebben nem vagyok hajlandó utcán járkálni. Gyere, papa, egész jól nézel ki. Mellesleg a zsaruk nem ismernek fel ebben a ruhában. Heathcliff, nem vagy képes megérteni, hogy a zsaruk egyáltalán... Na hát, Heathcliff, ez már túlzás. Hányadszor ejtesz át engem? Szónya, várj egy kicsit, mindjárt megmagyarázom, ez a papám. Még hogy a papád, jobban nem tudtál volna kitalálni. Tényleg a papám megszökött a börtönből, és most áruhát visel.
Na hát, ez megint egy újabb mese. Ráadásul azt hittem, hogy neked ennél sokkal jobb ízlésed van. Hé, hey, gyönyörűm, sétálgatunk! Hé, hey, mit szólna hozzá, ha elkísérném magát? Ezeknek alaposan elvettem a kedvét. Azt hiszem, szerelmes vagyok. Nézd, Szonya, meg kell találnom, mielőtt a rendőrség nyakon csípi. Remélem, látlak még ma. Papa! A bank! Meg is kiraboltad a bankot? Hát persze, fiam! Csak nem vetted komolyan, hogy a retres tisztet akarom felkeresni? Egy öreg macskának nem lehet új trükköket tanítani. Remélem, a papa jól van. Azt hiszem, most egy ideig élvezni fogod a vendégszeretetünket, 1283-as. Nos, fiúk, én remekül szórakoztam, és ti? Hát ilyenek ezek a mai fiatalok. Magyar hangok. Makai Sándor, Görög László, Kassai Károly, Faragó József, F. Nagy Zoltán, Kökényesi Ági, Melis Gábor, Velencei István, Beregi Péter, Jakus Ádám. Magyar szöveg Géczi Vera, hangmérnök Dobó Ferenc, rendezőasszisztens Hegedűs Krisztina, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Rexfilm Kft. Műtermeiben készült. Zene Shoki Levy és Haim Sabah.